A házasság egy férfi és egy nő életre szóló életközössége, melyet óvni, erősíteni, tisztelni kell. Mondta a Szent Miklós iskolában a házasság hete záró rendezvényén Mosolygó Béla, görög katolikus kancellár. Az oktatási intézményben tematikus előadásokat tartottak házaspároknak és házasságra készülőknek. Szabó Tamás hitoktatótól a férfi és a női szerepekről, valamint a házasságról is hallhattak az érdeklődők. Mindenben tovább képezzük magunkat, és joggal merül fel a kérdés, hogy a házasságunkkal miért nem. Miért nincs kötelező jelleggel előírva az, hogy évente egyszer megyünk el egy tanfolyamra, próbáljuk tovább képezni magunkat, hogy továbbra is szinten tarthassuk ezt a dolgot. A hitoktató hozzátette, minden házasság más, ám az életközösségnek az alappillérei a férfi és a nő, ezeket a szerepeket azonban nehéz megtalálni, megfogalmazni a 21. században. A szerepazonosításban is segített a házasság hete, amely a szeretetről és a döntésekről is szólt. A nyíregyházi görög katolikus iskolában így leginkább a családosoknak szerveztek programokat, a szombati rendezvényen a sportra is nagy hangsúlyt fektettek. Egy techballasztalt adtak át az intézményben, ide kerül Nyíregyháza második ilyen sporteszköze. Ez az asztal, ez a techball asztal, ez egy mozgáskoordináció technikát fejlesztő játék, amelyet rendes futballlabdával játszanak, és a szabályok azok hasonlítanak egy kicsit a lábteniszre, természetesen attól különbözőek, és nagyon fontos elmondani azt, hogy ez egy magyar találmány, egy magyar szabadalom, amely a világon talán már 70-80 országban megjelent, és további terjeszkedés is várható, tehát azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék erre az asztalra, és nagyon fontos, hogy ilyen asztalok egyre több helyen vannak itt a megyében is, hiszen valóban ez nagyban hozzájárul a gyerekeknek a mozgáskoordinációjának a fejlődéséhez. Az asztal remek időtöltést biztosít majd a gyerekeknek és a szüleiknek is, tette hozzá az intézmény vezetője. A főközben járunk e tekintetben Tasi Tamás játékbíró, volt tulajdonképpen játékvezető, aki most ünnepli 40 éves játékvezetői jubileumát. Az ő gyereke hozzánk járt, és mindent megtette azért, hogy gazdái lehessünk ennek a nagyszerű sporteszköznek. A techball pályát a profi techballosok és a Nyíregyháza Spartakusz játékosai is kipróbálták.